Magyar Kultúra Napja alkalmából életműdíjjal tüntették ki Jakubovics Márta nagyváradi keramikust, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, akinek művészetpedagógiai és szervező tevékenysége is figyelemre méltó. A párciumi képzőművészet meghatározó alakja szerint az anyagok kifejezései lehetőségeiben még rengeteg a kihasználatlan terület, és ő is kíváncsisággal fordul az újító megoldások felé. Mintha egy képzőművészeti múzeumba lépnénk, így fest Jakubovics Márta házának előszobája. Itt látunk a falon papírművészet és porcelán munkákat. Felhőlétra van nekem, ez egy ilyen visszatérő témám, a felhőlétra. Jakub lajtorjája megy fel az egekbe. El nem küldött levelek, ez porcelán. Annyira varázslatos, hogy mi mindenre képes a fehér, és úgy távlatilag álmodozom is arról, hogy majd csinálok egy kiállítást, ahol pont ezt fogom illusztrálni, illetve rákérdezni saját magammal szemben, hogy mi bajom a fehérekkel. 1944. szeptember 22-én született Tasnád Szántón, egy református lelkész és kántor tanító gyermekeként. Középiskolai tanulmányait Nagykárolyban kezdte, majd Nagyszalontán folytatta. A kolozsvári Ion Andreescu képzőművészeti főiskolán szerzett kerámia szakos diplomát. Nagyváradon a Körösvidéki Múzeumban muzeológusként dolgozott. 2006-ban doktorált a budapesti Moholy Nagyművészeti Egyetemen. Szinte észrevétlenül bonyolódtam én bele. Otthon is rajzolgattunk, mert édesanyám a nagybányai iskola utolsó évfolyamain volt tanítvány, és ismerte ezeket a nagyokat. Készültem komolyan az egyetemre, és amikor bekerültem, ismerkedtem az agyaggal is. Agyagon keresztül egy olyan komplex és izgalmas világ nyílik ki, amit én úgy nem is tudtam megmagyarázni magamnak, de éreztem, hogy ez az, ami vonz. De a kerámia az valami egészen varázslatos dolog, mert az anyagnak az összkompozíciójába, az összetételébe tudunk belenyúlni, módosítani, és különböző égetési procedúrákon keresztül rendkívül izgalmas dolgok jönnek ki, hogy az ember úgy érzi, hogy úgy együtt alkot a természettel, a tűzzel, a levegővel, az agyagokkal. A Hegyeim című alkotása egy nagybányai szimpózium alkalmával született meg. Ezek az új technikák nagyon érdekes lehetőséget adnak. Rendkívül ösztönösen dolgozom. Tehát van egy utólagos agykontroll van. Koroknak a mágikus hatása, ami engem nagyon izgat, hogy milyen érzeteket fordítottak le agyakba akkor, amikor az ember először megfogta, érezte, modellálhatta, tapinthatta. Nagyváradi belvárosi műhelyében most is folyamatosan alkot. Sosem felkérésre vagy megrendelésre, hanem saját elképzeléseit valósítja meg egyedi formában és színben. Az alapzaton elhelyezett máz visszafelesel, dialogizál a formán elhelyezett mázzal, színnel, struktúrával. És nekem az külön öröm, hogy azt én találtam ki, vagy én tudom egyáltalán, hogy azt hogy érem el, milyen égetésben, milyen egymásra tevő rétegekben, azokban a rétegekben mi van, és hogy ez magas tűzön, oxidációban égettem. Nagyvárad egyik reprezentatív épületében, az Ullmann palotában látható úgynevezett kerámia naplója, mely élete alkotásainak szakaszaiban nyújt betekintést. Meditációs tér is egyben, ahol régi alkotások is megszólítják a művészt, és újra alkotásra sarkalják. Szinte rá tudok hangolódni, hogy most, ha én tovább mennék ebből a formából, miket csinálnék, milyen, hogy komplementer érzeteket, hogy
tennék, valósítanék meg az agyakból, hogy szinte egy vég nélküli dialógus ez. És ez benne az érdekes, hogy mindig érzem, hogy itt még válaszolnom kell az anyagra, még van tovább lépési lehetőség, hogy ez egy végtelen örömforrás. Művészetére William Blake angol költő és festő gondolata talán a legjellemzőbb. A világot látni egy homokszemben, a mennyet egy vadvirágban, a végtelenséget tartani a tenyeredben, és az örökké valóságot egyetlen órában.